YouTube-ozgatunk, YouTube-ozgatunk. Ingyen? Aztán fizetni ki fog, mi? Remélem, a Fridi bácsi megnevel benneteket, meg mi lesz így ennek a vége? De először csak a potya videók, aztán lenyúljátok a kifliket, aztán beállítotok a lakásába, és elviszitek a Hummel babáit, És utána mi jön? Enyingi bodzaszedő mafia, vagy a Fidelitas? Á, gyerekek, nincs ez így jól, nincs ez így jól. Vajon mi lehetett Boomer Sándor fejében? Fölmegy egy ingyenes videó megosztóra, aztán esernyőt kell elé tartania a nem létező testőrének, nehogy agyonbassza egy nagy hatótávú 1,5 milliárdos bankjegymeteorit, amit a Patreonból lőnek ki. Lehet. Az ország első számú tartalomgyártója B. Krisztián, 41 éves budapesti lakos is megelégelte, hogy folyamatosan lehúzzák, ezért felesége szülését 1500 forintos jegyért dobta piacra. Elsőre nem volt túl profi. Miért nem gondolkodott VIP jegyekben? Szülés 200 ezerért az első sorból, alpakatálcán Szent Jakab kagylóra szúrt mélepényfalatkákat nasízva, aukción megvásárolható köldögzsinór elvágás, mazsi használt fehér neműivel betörés a japán fétis piacra, hát ez lett volna a profi. Mennyi elszalasztott monetizáció, mennyi ki nem sajtolt pénz abból a gyerekből, Krisztián, hát szedd már össze magad. De legalább egy újabb perverzióval és nőbántalmazással gazdagabbak lettünk, eddig a kigyúrt kopasz gengszterek prostitúcióra és pornózásra kényszerítették a nőket, a gyerektelen és abortuszellenes papok pedig szülésre, és hát íme a 21. század, amikor végre ennek a kettőnek a bestialitását keresztezte valaki, hogyan bocsássuk áruba a pinát és a méhet egyszerre, kényszerházasság nélkül. És persze gratulálok, Mazsi, erős kezdése az anyaságnak a Mészáj Live. Sok sikert a továbbiakhoz. És ha már felkavaró médiatartalom, akkor jöjjön Lakatos Márk vacsora beszélgetése gyerekek sérelmére elkövetett erőszakkal és pedofília relativizálással. Vahorn András, a bohókás bohém boomer művészember gyümölcsökkel párolt vadasmártásos nyúlcomb és téli szalámis kroket ropogtatás közben fejtette ki konzervatív nézeteit zaklatási ügyben, már ha a Szegedi Csillag pedofil körletének nézőpontjából nézzük, mert mindenhol máshol felsziszen az ember, hogyha valaki arról magyaráz, hogy 8 éves lányok nemi szervében turkálni, ha az nem egyértelműen rossz élmény a kislánynak, az nem olyan nagy baj. Úgyhogy szerintem ez egy bonyolult kérdés, de és egész 8 éves biztos, kislány bugyia, az hogy lesz bonyolult kérdés? Úgy lesz bonyolult kérdés, hogy a 8 éves kislánynak ez egy kellemes élmény volt, utána a bácsi... De hát egy gyerek? Mi? De hát András, egy gyerekről beszélünk. Persze, igen. Ebben a műsorban két szarvasgombával töltött galamb között a világ legtermészetesebb dolga egy bántalmazott nő előtt a nemi erőszakot relativizálni, meg arról értekezni, hogy 50-60 éve milyen más lehetett feldolgozni. Hát mint egy 21. századi Buñuel film. De mondjuk, ha visszamegyünk 50 vagy 60 évvel ezelőttre, a mai eszünkkel akkor is az, de az, hogy egy olyan nő, aki abban a helyzetben élt, és akkor mondjuk egy ilyet megélt akár gyerekként, akkor egészen másképp dolgozta föl, hiszen egy egészen más társadalom volt, és egy egészen más kor volt. Márk, az a 60-as, 70-es évek volt, nem a kor a bronzkor. Akkor sem volt elfogadott gyerekek bugyiában nyúlkálni, és a nők 50-60 éve is elég érzékeny lények voltak. Meg bassza meg! Egyáltalán az elmúlt 10 000 évben volt olyan pillanat, amikor belefért, hogy egy vadidegen férfi matasson egy 8 éves gyerek bugyiában. Sok minden változott, meg sok mindent másképp gondolunk, mint az anyáink, meg a nagyanyáink, de speciál ez egy elég stabil tabu. Nem most találtuk ki két menstruáció, meg 3 hiszti közben unalmunkban, mert annyira jó dolgunk van. Vahorn azóta írt egy Facebook posztot, amiben elítéli a pedofiliát, de bocsánatot nem kért. De a kommunikációs tankönyvek szerint lett volna a pedofília elítélésére egy sokkal jobb alkalom, nem amikor a fél internet a fejét követeli, például amikor egy nő elmondja neki, hogy 8 évesen egy idegen férfi belenyúlt a nemi szervébe. De a politikai korrektség ökle nem csak oda csap le, ahova indokolt, néha és egyre gyakrabban üt mellé is. Nyugaton már menő pop és rock slágereket vesznek le a lejátszási listákról, mert képtelenek befogadni a liberálisok a kontextus szó jelentését. Mindent egy többször megerőszakolt 1826-ban agyonvert texasi rabszolgalány szemszögéből értelmeznek. Valóban nem ízléses hasonlat ez az előző téma után, de sajnos ez van.
Nyolc éves lányok nemi szervéhez érni mindig is a legförtelmesebb bűn volt, és leginkább agyonverés járt érte. Ezzel szemben 40 éve senkinek nem jutott eszébe, hogy a Queen Fat Bottom Girls című száma testszégyenítés. Ma is csak az igazán nagy faszoknak. Elvis Presley így lesz a halála után 40 évvel rasszista, mert elénekelte az In the Ghetto-t, ami a feketék kilátástalanságáról szól, és körülbelül egy vádirat a többségi társadalommal szemben. Elvis menedzsere például szélsőbalosnak tartotta ezt a slágert. Kontextus. Hallgassátok meg ezt a számot, bár ez lenne a rasszizmus. De a Grease is rasszista, az ABBA pedig a helytelen tanár-diák kapcsolatokat idealizálta, tehát ők a kiskorúak megrontásának a bajnokai. Ott tartunk lassan, hogy a trapézgatyás védek lesznek a popzene Pándi Andrásai és Kaleta Gáborai. Olyan, mintha Komár László, mondd kiskócos, hol van a mamát slágerén, két évtizeden át vitatkoznánk, hogy a kiskócos az vajon nagykorú-e, fiú-e, vagy lány, vagy egyéb, majd úgy döntenénk, hogy nem kockáztatunk, többé nem játsszák a rádiók, hisz 10 és 60 között bármennyi lehet. Nem is beszélve a No Miss, az nem-nem, angolórára jöttem refrénű darról, ami kényszerítés, zaklatás, pedofília, helytelen tanárdiák kapcsolat, és ez csak a Komár László. Szerintem két nemzedék rá fog menni, amíg minden számról kiderítjük, hogy valakinek sérti az érzékenységét, és garantálom, hogy mindig lesz olyan, ami valakinek sérti az érzékenységét. Tényleg az lesz a vége, hogy kizárólag fokhagymát szabad csak enni, mert minden más rákot okoz, és kizárólag komoly zenét és elektronikus zenét lehet majd hallgatni, mert ott nincsen szöveg. Feltéve, hogy nem írt valami helytelent a naplójába Mozart vagy Beethoven, mert akkor bye-bye örömóda. Egy biztos, a mennyasszony rablás akkor is velünk marad, hogyha az örömmódát már betiltották, sajnos vannak ilyen kiírthatatlan fasságok, pedig ez a szokás is annyira korrekt politikailag, mint egy 17. századi rabszolgapiac New Orleansban. Még cseh Katalin esküvőjén is elrabolták a mennyasszony, pedig Katka és a férje is az Európai Liberális Pártcsalád vezető arcai, nőjogok, tárgyiasítás, kényszerítés, ilyenkor smafu. De Rogán Antal és csapata nem a nőjogok felől közelítette meg a jeles alkalmat, nőügyekkel nem foglalkoznak, hanem fogták ezt a fényképet, amin Cseh Katka egy asztal alatt lapítva bujkál a férfiak elől, és azzal mocskolják, hogy a saját esküvőjén annyira bedrogozott, hogy az asztal alá drogozta magát. Elmondom még egyszer, hogy átmenjen, drogozott! Mert még annyira sem jóindulatúak, hogy azt hazudják róla, hogy Orbán Viktor kompatibilisen heteronormálisan bepálinkázott, mint az állat, olyat csak a rendes fideszes magyar ember csinál, ezek a drogos libernyákok drogoznak. Nem mindenki olvas NER médiát, nem tudja követni napi szinten, ezért a következő két év Cseh Katalinnal foglalkozó írásait szedtem össze, hogy szemléltessem, hogyan működik a modern politikai kommunikáció, és hogy normális ember miért nem megy el politikusnak. Cseh Katalin autót vezet. A drogos libernyák nyugdíjast gázol a zebrán? Cseh Katalin feltűnően siet valahova. Csak nem hasadó anyagot cipel egy terrortámadáshoz. Cseh Katalin vidám. Valahol emberek halnak meg. Cseh Katalin lefogyott. Bulémiás a libernyák. Cseh Katalinnak új frizurája van. Már megint egy új szerető? Szegény férj? És a következő fél év lesz a legkeményebb, hogyha épésszel akarjuk túlélni a kampányt, akkor függesszük fel a kápszis életmódot, éljünk egészséges életet lélekben, szellemben és testben egyaránt. Én az igazi csiki termékekkel próbálom átvészelni ezt az időszakot. Mindjárt itt a legnemzetibb gasztronóvum egyenesen Székelyföldről, az igazi csiki vállalatnak köszönhetően a kanabiszos csiki chips, bazd meg! Hú. Ez üt. Jobban beállok tőle, mint Cseh Katalin az esküvőjén. Székely Gobi áll a hargitán, szívja a jointot, azt dúdolja, hogy édes Erdély, itt vagyunk, rasztaszív, örökké dobog. Egyébként, hogyha csiki zacsiban tároljuk, akkor a kóla is oké. Látjátok, ezért jó jobbosnak lenni. Piálhatsz, kokainozhatsz, mariskás chipset ropogtathatsz, és jó magyar vagy. Ha balos vagy, akkor lehetsz abstinens, a kanabiszos chipset kiköpheted, mert nagyon szar íze van, mint az acskós gombaleves pornak. Kokaint is messze elkerülheted, akkor is egy drogos fasz leszel. Na mindegy,
Baszni rá, megyünk az űrbe, az a lényeg, 2024-ben meghódítjuk az univerzumot, igaz ugyan, hogy Farkas Bertalan óta sincs megoldva a gyerekszegénység, a nyugdíjas szegénység, semmiféle szegénység, az oktatásunk egyre pocsékabb, az egészségügy egyre több embert likvidál, és még köztéri vécék sincsenek a városokban, hogyha a házfalakat és a kapuajakat nem számítom, de annyira csábítja a nagy főnit a végtelen űr, hogy nem tud ellenállni. A végtelenbe és tovább, az űr a legvégső határ, az meg, hogy Borsodban mi van, ki nem szarja le.